Szerbusztok! A nap dalos rossz híre az, hogy rádöbbentem, hogy elmaradt az 50. érettségi találkozónk. Ezt még így kimondani is borzongatóan ragyogó dolog. Már hogy egyáltalán ideig eljutottunk, de hogy elmaradt az meg. Hát azért ez veszteség. És akkor így fölidéztem azt, ami ott talán elhangzott volna, amikor már be vagyunk csípve egy kicsit. És ezért ez olyasmi, ami, hát a fölidézni az azt jelenti, hogy idézett a kamasz életemből, és ezek gyakorlatilag megtörténtek. Gondolom nem annyira bizarr most már ez, mint egy ideig utána meg akkor tűnt. 98 BPM, és az a cím, hogy az osztály szépe, ma van a 339. dalnapunk. Most érdekes, hogy kerülnek elő sorban, nagyon korán írtak, úgy látszik, hogy az aranykalap az úgy döntött, hogy hiába rázogatom, az először betett cédulákat, azokat alul tárolja. Tehát ez hát több mint egy éves, ugye január 11-én kezdtem el dalokat írni, még akkor nem tudtam, hogy csatorna lesz belőle és játék, hanem magamnak, naponta egyet, ez február 27-e. Tehát az osztály szépe. 98 BPM. Csak ugye. Most. Igen, valami rátugrott 97-re, lehet, hogy ez egy kicsit már lassú lenne. Néha nagyon számít egy BPM, néha meg semennyit se. Ennél azt hiszem számít, mert oda lassítottam le, ahol ezt még el lehet mondani, nagyjából érthetően, levegővételekkel. Ez is mindig azért legyen szempont, amikor zenét szereztek, mert volt már, amivel küldött, hogy marha jó zenét, de aki megpróbálta volna ráénekelni az eredeti szövegfelvetést, az megfulladt volna, hogy az első verszak vége felé, vagy közepet álljon a gyengébe. Az osztály szépe. Akkor lássam, amikor a hátam közepén az iskolatáskát újra, jó is volna, de gerinc ferdülés nélkül jutni egy újabb csúcsra, a nehéz vödörrel futni a tűzhöz, az nem megy, és lehet, hogy nincs is tűz, és a vödörben víz sincs, csak újra forralt szerelmes leves, az osztály szépét meglátom, beleesek, és az ofő megint. Csak a púpra emlékeztet, ő is iskolatáska gyanánt a hátamon, kellett, de mellette nem ülhettem, soha egy órányi szünetre sem, csak a nagy 10 percben, ami tényleg nagyobb, mint a rendes 10 perc, kicsivel tovább bámulhattam, hogy direkt csinálja azt, hogy a haját folyton dobálva, az ajkát rágva, a szoknyát cibálva, térden alulra, titkon nekem ragyog. Refrén. Ezt a nászt mi már biztos nem. Törődjünk bele, kedvesem, osztályrészem, titkos szerelmem, kamasz szépség az emlékezetben, a valóságban meg persze nagymama, de mégsem maradna abba, hogyha az idén is el nem maradt volna az éretlenségi találkozónk. 100 000 évek lenyomatához modern emlékek rakódnak bennem, benned is biztos valami halvány, derengés arról, hogy milyen lehettem, kíváncsi szégyellős kiskamasznak, akinek egyszer megmutatod majd a nagymamája szobájában, egy házi buliban a melledet, de érinteni azt nem engeded, és onnantól kezdve képzelni sem lehet. Többit, semmi, több, ez úgy, hogy többé. Többé már semmit a képzeletemre, nem bízhatok, az a munkahelyem. Ha beérek reggel, gyújtom a lámpást, a tennivalóim felfedezem. Veled van dolgom naponta főleg, visszaköszönsz, mint álomból árnyék. Nem dolgoztam fel azóta sem a látványodat, és visszatalálnék a tükör elé, a kis szobába, és ott vágyakoznék mögötte tátott szája. De ezt a nászt mi már biztos nem. Törődjünk bele, kedvesem, osztályrészem, titkos szerelmem, kabasz szépség az emlékezetben, a valóságban, persze, nagymama, mégsem maradna abba, hogyha az idén is el nem maradt volna az éretlenségi találkozónk.
Nem tudom, észreveszitek-e, itt a verzéknek és a refrénnek a végén sincs rímkényszer, ott van egy kósza, plusz, sehova nem rímelő sor direkt. Azért, hogy fönnmaradjon a spannunk, ha a zenét úgy írjátok meg, akkor fönn is marad. Nem kell nagyon dallamozni, ez majdhogy nem azt mondom, hogy ez rap. Pár osztálytársunk tengerészlet, egy nyúlfogú lány meg Svájcban kurva, kiderült róla pár durva részlet, egy hullát is találtak ráborulva. Az osztály zenekar egyik tagja elfogadta a hajón az állást, 5000 dal tud 6 nyelvet fejből, a jattért meg egy vodkáért hálás, és örömmel boldoggá teszi a hölgyeket, hisz mögötte 3 válás. Na ez rímel, csak a ritmika más. Beszélnek rólad és mindenfélét, rebesgetik, hogy a buli után rögtön ott nálunk, a sötét kapuajban másé lettél egy koszos kukán, egyel fölénk járt, nagykövet lett, ő, akinek hangosan sikoltoztál, egy lövöldözésbe bekeveredett helikopterrel, hamar hazahozták, és éjjeli őr lett a konditeremben, és te a gondját viseled bizonyos értelemben. Ugye itt volt egy nyelvotlás, tehát az... Hát elmondom újra ezt a verzét. Beszélnek rólad is mindenfélét, rebesgetik, hogy a buli után rögtön ott nálunk, a sötét kapuajban, másé lettél egy koszos kukán, egyel fölénk járt, nagykövet lett, ő, akinek hangosan sikoltoztál, egy lövöldözésbe is belekeveredett, helikopterrel hamar hazahozták, és éjjeli őr lett a konditeremben, és te a gondját viseled bizonyos értelemben. És már csak egy dupla refrén van hátra. Ezt a nászt mi már biztos nem, törődjünk bele, kedvesem, osztályrészem, titkos szerelmem, kamasz szépség az emlékezetben, a valóságban meg persze nagymama, de mégsem maradna abba, hogyha az idén is el nem maradt volna az éretlenségi találkozom. Mi ezt a nászt már biztos nem, törődjünk bele, kedvesem. Osztályrészem, titkos szerelmem, kabasz szépség az emlékezetben, a valóságban meg persze nagymama, de mégsem maradna abba, hogyha az idén is el nem maradt volna az éretlenségi találkozónk. Hát ez mindenki, aki abba tudja. Szóval itt vannak fiatal versenyzők, nekik valóban a képzeletükre van szükség ahhoz, hogy elgondolják, hogy az 54. érettségi találkozón mit érez az ember a szépen megöregedett, de hát azért megöregedett osztálytársnővel szemben, aki hát ilyen szerelmi idólja volt a gimi első két osztályában. Furcsa, érdekes és nagyon tanulságos dolgok ezek. Gratulálunk az időnek, hogy ilyeneket tud előhozni és kiváltani és létrehozni. És hát... Mondom, szerintem rap, de csináltok bele olyan dalt, lehet romantikusat, vagy bármilyet, lehet dallama. Csak...